Hamarosan elkészül a Mária utca aszfaltozása. Erről a 15 millió forintos beruházásról még júniusban döntött a képviselőtestület. Mint ismeretes, Vecsés várossá válása után kapott nagyobb lendületet az utcák burkolása. Az azóta eltelt időszakban a legtöbb szilárd utat az önkormányzat építette saját bevételeiből. Ebben az évben több százmilliós állami elvonás sújtotta városunkat, ennek ellenére az önkormányzat 125 millió forintot költ az utcák aszfaltozására. A munkákat augusztus 21-én a Mária utcában kezdték. A beruházás 15,5 millió forintba kerül, és egy végleges burkolattal lesz ellátva az utca. Ez 100%-ban önkormányzati beruházás, pályázat, illetve külső pénzforrást nem sikerült ehhez a beruházáshoz szereznünk. Ezen a település részen, illetve a körzetben, ezek után a Árpád utca és a Magyar utca következik, hiszen ezek azok az utcák, amelyek szilárd burkolattal még nincsenek ellátva. A Besztercei utcát is belátható időn belül átadják az útépítők, annak ellenére, hogy ezt az utcát pályázaton elnyert pénzből szerették volna megépíteni. Ebben az évben még ebből egy fillért sem bírtunk lehívni, tehát ez a 33 millió forint, amiben a Besztercei utca került, 100%-ban önkormányzati beruházásként, illetve finanszírozással épült meg. A Lőrinci út teljes szakaszának megépítésére jövőre kerül sor. A képviselő elmondta, hogy a Besztercei és a Lőrinci utcát egy pályázati projektben szeretnék megvalósítani, amihez 20 millió forintot nyert az önkormányzat, amit egyelőre kénytelen megelőlegezni.